Üljetek ide le, mi kirakjuk a kaját. Embernek mindig van bicskája és szalmakalapja. Tessék! Tudja mit? Menjünk gyalog. Ja, leszakad a karom! De nem fog. Nem fog. Kisültek a kenyerek. De ez milyen jó kis célszerszám. Itt egy sóhegyen vagyunk. Hát egy jó, különleges hát ez a sóvidék. Ez a sóhegy így kitüremkedett a földből. Gyönyörű. Jöttem stoppal, és már megint egy konyhában vagyok. Jó napot! Jó napot! Sziasztok! Szia! Találtam két kis cicát. Hú, elcsavarogtak. Itt ilyet is igen, ide vannak. Jaj, de jó, nem vigyázol a cicára? Hol a cica? Hogy hívják a kutyát? Tücsök. Borbás Marci vagyok, bocsánat. Isten hozott. Szia, Tücsök! Nézd meg, hogy rendezi a cicát. Igen, árván maradtak a kicsik, aztán most ő a pótmama. Tényleg? Igen. Hát, Tücsök, de jó mama vagy. Gyönyörű hely ez. Nagyon szép. Itt éltek? Igen, itt lakunk. És ez működő malom? Ez most jelen pillanatban áll műemléképület, de 14 éve még őrültek van. Uh-huh. És mi ez a sok épület? Hát ez már a mi munkánk eredménye. A 100 éves vízimalom meg a tanyának valami jövőképet szerettünk volna kitalálni. A szigetet ezért kibővítettük 3-4 ilyen kisebb rusztikus paraszt székelyházzal, zsindely födéssel is egy ilyen kis vendéglátó egységet alakítottunk ki mellé. Hát akkor menjünk bejjebb, akkor megmaradok, hogyha van vendéglátó egység, de van szabad szoba is? Van. Na, Tücsi, vezess! Gyere, Tücsök! Tücsi! Gyere, gyere, jön ő! Gyere! Hogy tudod elérni, hogy több víz legyen itt a malom keréknél? A zoltmedret hátul vissza kéne állítani a régi gátot. Aha. Volt egy nagy gát, amit az elmúlt években az árvizek elszakítottak, és most ezért úgy mondják, hogy száraz a kerék. Száraz a kerék. Nem kap vizet. Igen, igen. Ez most egy 21. századi természetközeli élet, mert ugye mindenki azt mondja, hogy nem lehet ma már úgy élni, mint a régiek. Úgy nem lehet, de van egy csomó minden, amit át lehet hozni, és a mai kornak megfelelően még használni. Ugye a múltból érdemes elhozni a parazsat, a hamut azt ott lehet hagyni, mert azzal úgy sincs, amit kezdeni most. És teljesen a nosztalgiába, meg a régi dolgokba nagyon könnyen bele lehet fulladni is. Tehát itt van ez az öreg malom, nem tudom, hogy mikor fog ez majd megindulni, ha meg fog egyáltalán. A célunk valahol nekem belül ez.
elég sok harcot vívok így, sokszor még a családon belül is, hogy akkor ezt most érje, megérje megcsinálni, vagy nem. Ha segítnek föntről is és alulról is, akkor előbb-utóbb hosszú, aprólékos türelemmel, munkával biztos, hogy lehet valamit csinálni belőle. Ó, jaj. Na, hoztam a reggelit. Most már éhesek vagytok. De jó illata van. Na jó étvágyat. Köszönjük, ennyi minden. Egy kis pálinkát az elmét, jó? Mi mondják itt náluk, hogy egy pohárról gyógyszer, két pohárral orvosság. Ezt mondják az asszonyok. A férfiak tudod, mit mondanak? Na mit? Azt mondják, hogy egy pohárral töltnek a koldusnak, kettővel töltnek a jöttmentnek, és hármat töltnek a rendes embernek. Jó, akkor én inkább vagyok most koldus. Egészségedre. Egészségetekre. Akkor itt a közelben is van egy asszonyka, aki süti a kenyeret. Mi sütjük? Te sütöd. Igen. Lehetek ebből? Igen, de mi ez? Na, ez. Egyszer kóstold meg. Kóstoljam meg. Igen, a házi vagyok. Zakuszka. Nagyon finom zakuszka. Én nagyon jó vagyok zakuszka ügyben, mert nem szeretem, de ez nagyon finom, úgyhogy a receptjét kérem szépen. Ezt szeretem, érdekes, nem? Érdekes. Jó, ilyen a zakuszka. Ilyen az zakuszka. Jönnek a vendégek, megkérdezik, mi bőn van. Akkor elmondom, hogy egyszer megdinsztelem a hagymát. Utána hozzateszem a murkot. Micsodát, ez milyen zöldség, akkor aztán már lefordítom sárgarépát, aztán a vinetét, aztán a fuszújkát, szóval mindent le kell így fordítani, hogy megértsék, de finom, azt mondják. Ezt mi? Ez a havasi megy. Havasi lekvár. Megy? Ez tulajdonképpen a vörös áfonya, ami egy nagyon fanyor. Erdei vörös áfonya. Gyümölcs. Még egy receptet szeretnék. Ez fahéjas? Szekus szeretném. Most aztán van energiám folytatni. Jó munkát! Csókolom! Éppen jó napot kívánom! Lábatlankodunk egy kicsit, Borsás Marci! Jó napot! Jöttünk segíteni! Jaj, de jó! Mindig jó a segítség! Segítünk, de lehet, hogy nem jól járnak velem! De miért? De hát mert még sose csináltam! Nem baj, most tanulja meg, megtanítjuk! Na, nem kell iskoláhez! Fordítva fog, Marci! Nem fordítva! Így felfele! Na, így! Mi az, így. Hogy felfele? Úgy! Így! Így! Na, így egymástán, megyünk így! Így! Ezt teheneknek gyűjtik? Ezt most baránykának. Bárányoknak. Igen, igen, a sarjút mindig. A sarjú? Ez a sarjú, igen. Ez a második fű. Ez a második fű, és úgy mondjuk mi, hogy sarjú. Ja, értem. Mert az első az igényesebbnek, a tehénnek. Az a tehénnek, igen, a lovaknak. Az a széna. Az a széna. Az a széna. Nem tudom, tetszik-e azt a sóskát, ami végül is még megveszik az apró zárba is, a sóska. A sóskát is. Sóska. Na ez abból lesz a koréja neki. Ez ahogy fölmagzik a sóska. Mikor, igen, igen, és ez az. Marcs, itt van, ne? Itt van. Gyűjtöttem össze, ami szép. Ezek? Friss. Na ezek, csak most már meg vannak öregedve. De sós ez most is még, nem? Nem tudom, mennyire sós. Na ebből ne kinőnnek, ne, ezek az öregek. Nagyon sós. Ugye? Nagyon jó, betettem a zsebembe. Ez egy jó frissítő így a... Persze. ...munka közben. Igen. Rágni egy-két levelet. Hát a legjobb frissítő a bokor mellett vannak. A borvíz. Ja, ott van borvíz? Igen. Hát, ott az üvegben van. Az üvegben hoztunk. Ja, az a legjobb frissítő. Az a legjobb frissítő. A legjobb frissítő. Csak meg. Igen, volt halászbotot kapott. A fánit? Hol volt az? Mi az? Ez az én ostorom. A kutya idehozta. Megvan az ostorod? Három hétig. Ezért kellett kijönnöd színát gyűjteni. Három hétig kerestem, a tücsök idehozta, hadd csak át tücsök.
Azt a 700-at. Ezért legyen, te máma, ide jöjj. Legalább meg lesz. Gyönyörűek a házak. Mind a három házikó csíkszentdomokosi székely parasztházakról lett mintázva. Ez egy modernebb keletű, tehát modernebb, 1800-as évek, és az a másik, az 1600-1700-as évek formája. Aha. Körülbelül. Alapjában az a hagyományos székelyháznak három helysége volt belül, azoknak a régieknek. A nagyobb családoknál a férfiaknak külön szoba és a nőknek. Tehát a nőknek való foglalkozás az egyik felén, a férfiaknak a másik felén. Igen. És akkor hogy aludtak? Hát az külön is aludtak? Volt, amikor igen. Tehát ezen mi is nagyon csodál. Régebb volt, amikor nem minden este együtt aludt például az ember az asszonyjal. Na de hogyha együtt akart aludni, hát akkor hogy történt? Azt biztos megoldották, mert hál' Istennek jó sok gyerek született. Érdekes, lehet, hogy az istállóban van. Nem, hát az is nem. Nem? Nem, nem, nem. Mert nálunk volt ilyen? Nem. Hogy nyáron a férfiak az istállóban aludtak, a szénában, és oda járt ki a ifjú feleség. Gyönyörű kis báránycombok van. Combocskák vannak, igen, tettem egy kicsit. Igen, hogy legyen. Mi nagyon szeressük leszopogatni a húst. Igen, az a legízletesebb. A csont melletti hús a legjobb. Eddig mi történt? Eddig a bárányt egy kicsit megpároltam, mivel hogy ez nem szopós bárány, amit húsvétkor vágunk, hanem a tegnap vágtuk, ezért jobb egy kicsit megpárolni. Teszünk rá egy kicsi sót. Igen. Egy kicsit így megbabusgassuk, hogy... Bedörzsöljük. Amit rá fogok tenni, az egy tipikus erdélyi fűszer. Én ide lemorzsoltam egy keveset. Ő a borsika fű. Mi csombornak hívjuk, hogyha megszagolod, mintha a kakukkfű és a fenyő. Igen, kicsit ilyen fenyős. Kicsit, igen. És ez azért is jó ezekhez a nehéz ételekhez, mert segíti az emésztést, egy étvágygerjesztő hatása is van. A sütés vége felé kell mindig rátenni a borsika füvet, mert hogyha nagyon sokat teszel és sokáig főzöd, akkor megkeseredhet. Közben a zsírunk az jó forró. Készre sütöd? Készre sütöd. Igen. De tulajdonképpen már meg van főve a hús, csak egy kis piros ropogós kérdezzük és rá, igen. Amíg sül, addig elkészítjük a köreket. A babot az este beáztattam, enyhén sós vízbe és egy babérlevéllel megfőztem. Kicsi edzetes tárkon teszek rá, és egy kicsi olajat. Pityóka és huszulka egyben. Ez lesz a legfinomabb, meleken majd a csontról szopogatni. Ez a tárkon edzet, ez nem óriási. Szóval sem napok. Engedélyt adok a tálaláshoz. Isteni finom. Azt a beszélt. Hát ez gyönyörű. A fejcsiki szőttesnél a jellegzetessége a darázsulás. Tehát aha, mindig a... így be van varva. Igen, és ezt úgy hívják, hogy a seggentódás. 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 És a jó varró nő, az mindig a szőttes szoknyát úgy kellett megvarja, hogy az minél előnyösebb legyen a viselőjén, azért hogy ez a seggentódás, meg az alsó szoknya is úgy készült, hogy minél előnyösebben hozza ki a vonalakat. Hozza ki a formát. És ez egy tipikus dolog volt, hogy így vetették az ágyat? Tehát ez egy, igen, ez az én nagymamám, tehát az én déd nagymamámtól örököltem, az én nagymamám ajándékozta nekem,
és ő már ezt nem ez hozta. Ez a nagymamádé volt így? A dédnagymamámé, és a hozományra, ha ránézel, így a vetetájra, akkor minél magasabb kell legyen. Tehát én ezzel a hozománnyal csak egy olyan középkategóriába esnék. Az volt a jó, amikor felírt a plafonit. Tehát nem vagy a jó posti. Ajaj. Azt mondta az imént a Levente, hogy fölvisz az esztemára, és akkor te gyorsan előkerítettél mindenfélét, hogy megmutass, hogy mit szoktak az esztenán főzni. Igen. Hogy ráhangolódjak az eseményekre. A nyers sajtot, amit lehozunk az esztenáról, azt érleljük hűvös helyen egy pár hétig. Mindig forgassuk a sajtot, hogy minden oldalról száradjon. Utána ledaráljuk. Minden kiló sajthoz hozzateszünk két deka sót, azt ügyesen összegyúrjuk, és dézsába tároljuk. Akkor ez a brinza. Ez a brinza. Amit most készítünk, az egy eresztett puliszka lesz. Igen. A vizet már oda tettem forralni. Sót teszek a vízbe. És ez a puliszka kavaró. És a házi kenyeret is ezzel döngölik meg, miután megsült. Amikor fő a víz, már látod, hogy... Igen. Fő, akkor ügyesen. Ezért eresztett puliszka, mert így szépen csorgatott bele a puliszka lisztet. Ezt addig kavarjuk, amíg a puliszka felszívja az egész vizet. Akkor van kész, amikor egy olyan sercegő hangot hallunk, és úgy kezd lassan elválni. Meg akkor jó egy puliszka, hogyha nem érzed a szemcséket. Ha nem szétfő. Szétfő teljesen. Uh-huh. Egy picit félretesszük, elvesszük ezt a nagy zsíros bödöt. Csak egy kevés zsírt. Nagyon csinos. Áttesszük, ezt a tűzfejre tesszük, és ezzel a zsíros kanállal felét lerakod a tüzedény aljára. Az az igazi lerakott puliszka, hogyha ugyanannyi túró van rajta, vagy még több. Tehát mindig aha. A túrós puliszka, a puliszka az kevesebb kell legyen, az az igazi. Közben eliveszem a jó túrót, ezzel a késsel ügyesen kibányászom. Azért kell újra melegíteni, hogy a jó túró is elolvadjon. A jó túró is elolvadjon. És közben még reszeltem egy kicsi sajtot, amit ugyancsak az esztenáról hozott a férjem. Ezt azért teszem rá, hogy amikor majd tálaljuk, akkor nyúljon belőle a... Ó, még gusztább legyen. Legyen gusztább. Közben, hogy még gazdagítsuk a puliszkánkat, közben kiolvasztottam egy kicsi szalonát. És azzal ilyenkor és a közepét locsolod meg. A közepét ügyesen meglocsolom. Még nem elég gazdag. Nem elég gazdag. Utána jön a félre a többi puliszka. Arra viszont vigyázni kell, hogy az egész puliszkát ne vegyük ki a... Egy kicsi maradjon, tehát nem szabad lekaparni. Miért? Aztán nem megmondom, hogy miért. Utána jön még egy rend. Még jön rá? Még a tetejére is. Egy kis jó túró. Nagymamám mindig, amikor... Ugye a dézsából kiszedte a túrót, amikor visszafödi, akkor egy olyan kék penész lesz a tetején. És öröki azt levette, és ő azt a kék penészes túróval csinálta. Azt mindig félretette, az és azt tette finom, a tetejére. Igen. Igen. Mikor a puliszkát főztek, soha nem kaparták ki a szélét, mert erre tejet öltöttek. Aludt tejet, édes tejet. Én most aludt tejet készítettem ide. Ez a puliszka karé. Puliszka karé. Így. Igen. És ez a legfinomabb. Ez a háziasszony. Igen. És ezt nem szabad tálalni semmivel. Ezt így, ahogy van üstöstől együtt, így tette az asztalra. Uh-huh. Nagyon finom.
Marcsika, nézzél csak oda el a messzi távolba, az a nagy hagymás vonulata. Uh-huh. Majd ha megyünk az Esztena fele, azokat a hegyeket kerüljük meg. Amögött van a Gyilkostól meg a Békási szoros. És arra tekintesz, az a Hargita vonulata, és ott fogunk nagyon finom borvizeket kóstolni. Vannak egyedek ugyanúgy, mint az emberek, amelyek agresszívek. Igen, igen, igen. Uh-huh. Amelyik eszik, úgy mondják, ugye, hogy vérmedve lesz. Uh-huh. Ugye a vért, ugye, a húst eszik. Uh-huh. A dögöt megeszi az erdőben bármelyik, de amikor már rákap és vadászni kezd, zavarja a nyájakat, a csordákat, akkor kezd vérengzővé lenni. Ez az a víz, amit nem úg meg az ember, mert ez olyan jó vasas, picit szénsavas, itatja magát. Hát ez egy nagy kincs. És a Madarasnak a falu határában rengeteg ilyen forrás van. Ez a Szederjesi borvíz, így ismerik a faluba ezt a forrást. És azért hívja a székely ember borvíznak, mert amikor egy-egy gazda próbál itt Székelyföldön bort csinálni, csak hát nem nagyon ért hozzá, de azért próbálkozik. És mikor a szőlőt kicsavarja, a must az ugye beindul, kezd erjedni, szénsavas, és a türelmetlen székely, hát egy kicsit, ha már még nincs kiforva is, de megiszogatja, és akkor az már pezseg. Uh-huh. És ugye a bor, de pezseg, megissza, és a víz a szénsavas, és a ugyanúgy pezseg, és akkor a két fogalom összeolvadt, és ezt a székely ember így mondja, hogy ez a borvíz. Itt a falun belül is van négy nagyobb forrás, és ez a legfinomabb. Ez egy nem túl szénsavas, ilyen karbonátokat tartalmaz, különböző nyomelemeket, vasat, rezet, magnéziumot, kalciumot, tehát rengeteg, rengeteg sok mindent. És olyan állapotban, amit fel tud dolgozni a szervezetünk. Igen, 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 és ezeknek a forrásoknak az összetétele különböző. Van, amelyikben ebből van több, van, amelyikből abból. Ami még érdekes, hogy a hőmérsékletük is változik, ezek különböző mélységből törnek előre. Ez egy jó hideg itt víz. Ez egy viszonylag hideg, de télen, amikor jövünk ki vízért, akkor a gumicsizmával sokszor beleállnak az emberek, mert a mínusz 20 fokban nagyon melegnek tűnik. 18, 20, 15, 16 fokos, olyan is van, amelyik 24 fokosan tör előre. Atya ég. Hát igen, és azt látom, hogy ahogy tárolják, rárakódik a vas a flakonnak a falára. Igen, ennek a forrásnak kevésbé, tehát hosszú idején keresztül, ha több héten keresztül csak ezt a vizet tároljuk benne, akkor megjelenik, de van olyan forrás, amelyikben egyszer teszel egy ilyen tiszta palackba, és egy hét múlva már így szálkál, tehát így úszik benne annyira a vas. Annyira sok a vas, igen, benne, de igen. Az már nem is egészséges. Nem, azt mondják, hogy az a fajta vas, ami ennyire így hamar kicsapódik, az a vesének káros. Ugye? Ezzel főznek is? Nem. Nem, ez csak ebből iszták. Csak inni szoktunk. Az a jó, ha minél több fajta vizet iszunk. Ezt itt tudják az emberek. Mert hogy ez a forrás ilyen, ha a másik nem is olyan finom, de néha abból is jó, ha iszik, mert a változatosság, az összetételek különböző. De van vízvezeték Madarason. Van, van. És nagyon finom, jó, jó a víz. Mert az honnan van a vízvezetékben? Az a másik hegyből van, a Naskalat felől. Tehát az van. Is forrásvíz. Forrásvíz természetesen, csak az édes, édes forrás. Ez hihetetlen. Hát egészségedre! Volt egy földrengés. Az a gyilkos fő, az a nagy sziklafal? Annak ez a fele,
Tehát amerre most felénk néz, az szépen leszakadt és elzárta ezt a völgyet. Öt bővízű pataknak az összegyűlt vize alkotja a mostani jégkostól. És akkor azért gyilkos, mert ennyi fát megölt, és most itt állnak ki a csonkok, vagy hát miért? A fák is ugye elpusztultak benne, de a legenda szerint, amikor a hegy leszakadt, a földindulás volt, akkor egy egész családot temetett magába. Pont egy ilyen esztenát, amit meg fogunk látni, és állatok is alá vesztek akkor. A birkák is. Igen, birkák, meg állatok, emberek is, ezért nevezik gyilkostónak. Itt tartja a néphagyomány. Ez a békás szoloros, ezt tudjuk? Hát itt is többfajta elmélet létezik. Ez a patak az oka? Egyesek szerint igen, valószínű a vízmosás is közrejátszott. Hát most jelen pillanatban, ahol állunk, ez a szorosnak a közepe tájékán van. Ez úgy hívják, hogy a pokol tornánca. Hát olyan. Tehát olyan, mintha a pokol tornáncába mennél. Ott majd a kanyar mögött lesz a torok, ott szűkül nagyon össze a rész. És föntebb van a bejárat, a pokol szája. És ez a keleti Kárpátok egyik legszebb szurdoka. Tehát az egyedüli és az egyik legrégebbi átjáró is a moldvai részekre az ezen a részen történt. És 100-150-300 méter magas sziklafalak között van az út. Hihetetlen. Váltakozik. Ebből kifolyólag ugye a terep adottságai, meg a gyönyörű táj, az ide vonzza az alpinistákat. Tehát itt a környék egyik kedvenc sziklamászó helye. Ez a mészköves része, hogy kiemelkedett, valószínű, hogy a földmozgások elmozdították, és kialakultak benne törésvonalak a feszültségekből, és hogy a víz is alakított rajta azután. Igen. A mészköves járatok, ugye a barlangrendszerek beomlottak, és úgy alakultak ki a különböző részei. Nagyon szép. Hogy hívják az itteni folyót? Békáspatak. Ez a Békáspatak. Igen, ennek a vize, ez... Ja. Hoppá! Csak kivondottan a gyilkostóból jön kifele. Aha, hát akkor menjünk még magasabbra. Mehetünk. Tulajdonképpen az a moldvai részhova átmegyünk most. Most átmegyünk Moldvába egy picit, jó. Igen. Nagyon sok ember közlekedik még szekérrel, lóval. Itt még mind a mai napig, főleg a nehezebben megközelítő helyeket, ugye a széna készítéshez, a takaráshoz a szekér az egy alap közlekedési eszköz, azt nem tudják még helyettesíteni. Hogy működik itt az együttműködés akkor a román pásztorok meg közöttetek? Hát ez egy közös megállapodás. Úgy van, hogy a domokosi legelő, ez a három havas, amin legeltetünk, a muhos, kecskebüki és az eperjesi, és összesen 350 birka van a nyájba, és ebből 250 a miénk, a többi a pásztori. Ő meg neki azért jó, mert neki van legelője.
Tehát a az tiéd. Az ő állatai a mi legelőnkön vannak, ezért ő nekünk nem fizet, mi meg nem fizetünk neki azért, hogy a miénket gondozza. De hát ez mindig is így volt, nem? Igen, ez egy elég régi hagyomány, amit még most is így tudunk működtetni, úgy, hát hogy mindenkinek jó legyen. Hát egy 1000 éves hagyomány igen. körülbelül, igen. elég régi. Igen. Régen is így volt, nem? Hogy az uraknak, a magyar földes uraknak román pásztoraik voltak. Hát a pásztorsághoz a juhok mellett azt mondják mind a mai napig, hogy a legjobban ők értenek hozzá. Főleg a Demuki, akit a völgy, ahol följöttünk, itt sok olyan ember van, család, aki ebből él. Na várjuk, hova hajtják be a teherneket? Hova most a karámba fogják behajtani. Ja, ott mennek. Igen. Mennek be a karámba, fejésre? Fejés lesz. Na hát akkor igen. menjünk. Hogy nevezitek? Juh vagy Birka? Juh. Nekünk juh. Nektek juh voltok van. Igen. Mióta? Gyerekkoromban mindig volt. Uh-huh. Édesapámnak mindig volt 10-15, sőt nagyszüleimnek is. Ilyen sok juhom már 2 éve van. Te is miért pont itt? Ezért jöttünk itt ma busszal 2 órát, vagy a terepautóddal. Hát ez otthonról. A hely, ahol most vagyunk, ezt úgy hívják, hogy Kecskebük. Kecskebük? Kecskebük. Ezt a Domokosi közbirtokosságnak a legelője. És a Gábor ő több éve már a mi juhainkat őrzi, és akkor ahogy lett nekem egy kicsit több, úgy átalakítottuk a nyájat, és már ugyanúgy folytatjuk az együttműködést. És ő az, aki ezt egész nyáron, hát úgy mondjuk mi, hogy ugye tavasztól őszik, de ez a tavasz, ez mindig úgy kezdődik, hogy húsvétkor áll össze a sereg. Akkor vágjuk le a kisbárányokat, és húsvét után már el kell kezdeni fejni a juhokat. Uh-huh. És akkor ő már átveszi tőlünk. És május 15-én jönnek ide föl. Aha, és Szentgyörgy nap? Szentgyörgy nap, hát akkor mondják, hogy össze kijönnek a juhok, kihajtják őket. A nyári szállásra, ami itt az igen, Esztena. A legelőre, igen, az Esztenára, és egészen Szent Mihályig vannak. Az hányadika? A szeptember 28-a. Akkor visszajönnek a falu mellé, innen megint együtt, és akkor a gazdákkal megnézzük, hogy megvannak-e, meg ennek van egy rituáléja. Aha. Akkor kijönnek a gazdák, levágunk egy juhot, megeszünk egy pörköltet. Nem rossz rituálé. És akkor megnézi mindenki az állatát, hogy megvan-e, veszette el, akkor a pásztornak el kell számolni, hogy a farkas hányat vitt el, betegségben lett-e elhullás, akkor van úgymond az elszámolás, és akkor kezdődik az őszlés. Uh-huh. És ősszel akkor benne a faluban vannak egy... A falu mellett. Domokoson? Domokoson, de igen. Hát odáig mennyi idő? Gyalog mennek át. 45 kilométer és a hegyeken mennek át. Az mennyi idő alatt van? Egy nap. Egy nap alatt 45 kilométert a juhokkal? Igen, igen. Akkor ők nem jönnek fel olyan nehezen itt a hegyoldalon, mint én. Igen. Na és most hova mennek, hogy megfejték őket? Hát most a kisgyerek elindul velük, és akkor estig legeltet. Igen? Igen. Egyedül? Egyedül. Viszi a kutyákat, egyet, kettőt magával. És itt nincsenek medvék, farkasok? De vannak, azért kell a kutya mellé. És egy kutya megvédi a nyájat, hát meg a gyereket? Egy-kettő elég, a kutya elzavarja mindig a hát ez vadat. Gyönyörű. Akkor most ebben egy kicsit gyönyörködöm, hogy ez a kisrác hogy bánik egy ilyen nagy jó nyájjal. Hoztam egy kis kóstolót. Erőutánpótlás. Azt a mindenit. Egy kis kóstolót. Mielőtt egy gyomorerősítés? Igen, 7 éves Szilva. Hú, micsoda megtiszteltetés. Ez mindig a jó levegő miatt ide szükséges. Na, miket hoztál? Hát hoztam egy kis kóstolót. Azokból az étkekből, amit itt az Esztenán lehet a legfinomabbat enni belőlük. A juhászatnak, meg egyáltalán ugye a tejtermelésnek a fő terméke az a sajt. Igen. Tehát ha a juhtejből, ha tehéntejből készül, az a lényeg, hogy sajtot készítenek. Az tehát a... neked is azért vannak juhaid, hogy sajtod sajt, legyen. Sajt legyen. Ez az első termék, ez így néz ki. Amikor el van készítve, ez egy-két napos állapotában. De ez egy gomolya? Egy gomolya, ami egy présbe van téve, uh-huh. és akkor, ahogy ráteszik a súlyt, kifolyik belőle a savó, utána megmarad egy ilyen
prés alakja, de érdekes, hogy a meleg és a különböző folyamatok, ugye, amikor a melegbe kerül, ahogy meg a, leveszik a formát, akkor ő kezd érni, és úgy szépen állaposodik, és úgy 2-3 hétig érik. Aha. És akkor lesz igazából finom. Ez most nyers sajt. És akkor tehát hogy kerül hozzád a te sajtod? Hát azt innen elviszem. Tehát ide jársz többször egy hónapba, és viszed a sajtjaidat? Igen. Ez most milyen idős lehet? Ez most egy pár napos. Két-három. Ez még nem is, tehát majd fogod érezni az ízén, hogy inkább egy kicsit édeskép. És még így az állagán is látszik, igen, hogy csak egy pár napos, mert még nagyon ruganyos. Igen. Uh-huh. Még egy kicsit nyikorog. Nyikorog, és még a, tehát az íze is inkább édes, mint... Nem inkább, hanem édes. Kimondottan édes. Tej íze van. Na nézzük tovább. Tehát ez, tehát a, ez a sajt készül, ez a ebből. Tej, utána ez az első sajt. Igen. És ebbe akkor... tesznek oltót. Igen, igen. Tehát az oltó az régebb úgy készült, hogy a kisbáránynak a gyomrából, ami még csak tejet szopott, azt kivették, azt fölöntötték egy kis tejjel, uh-huh, és tettek, tehát hagyták azt, hogy összevegyülni, és kiszáradt. És ami után kiszáradt, azt lehetett tárolni több héten keresztül, hónapon. És akkor hónapon, tudták adagolni mindig a friss és utána tejhez. Azt a száraz kis anyagot, ami ugye egy elég sűrű anyag, azt mikor feljöttek az esztenára nyáron és szükség volt rá, akkor fölvegyítették egy liter tejjel, lett egy folyadék, egy ilyen úgy mondták, hogy oltó, és abból megvolt, hogy minden liter tejhez mennyi kell. És az oltó, ahogy belekerül ebbe az édes tejbe, úgy pár fél óra, óra, tehát megvannak az oltótól is függ, hogy mennyire koncentrált hát, a tej is, hogy hány fokos. Igen. Igen, tehát sok mindentől függ, az úgy kezd kicsapni a tejet. Igen, megalvad. Egy édes igen, alvadék lesz, igen, mint az aludtej, csak édesen. Pontosan. És akkor azt, és akkor azt összeszedik kézzel, szépen kiemelik, kicsavarják, és ez a sajt. És utána, hogyha ez a sajt megérett, tehát már jó savanykás lesz, 2-3 hetes, igen, akkor azt darálják le? Azt ledarálják, jön hozzá só, ha lehet parajdi, jódmentes, rendes parajdi kőcsó, ami, és akkor ahhoz a sajthoz megvan a háziasszonynak a receptje, hogy hány kanállal tesz meg hogy, és akkor azt kézzel összegyúrják, és abból lesz a jútúró. És ez a jútúró? És ez a jútúró. Vágsz egy darabot. Vágok egy darabot. Hát egy darabot, azt gondoltam, egy picit vágsz, nálad a darabok. Aki nem evett ilyen igazi jútúrót, nem tudja, hogy milyen. Igen, mert nem túl sós, és nagyon sejmes íze van. Sokszor járunk, hogy túró, azt hiszik, hogy az édes tehén túró. Igen. Nálunk az nem. Tehát nálunk a túró az ez, a jó, a jó túró. Meg igen. Igen. És akkor mi ez? És akkor az a, úgy mondják, hogy sajttej, ami megmarad a sajt a készítés után, az még nem savó. Nem savó? Azt mi úgy hívjuk, hogy sajttej. Sajttej, azt igen, visszarakják a kályhára, kezd főni, és amikor eléri a forrás hőmérsékletet, tehát akkor kicsapódik. Kicsapódik a fehérje. Igen, meg igen, a száraz anyag, igen, ami igen, még benne maradt, meg a zsír. Igen. Ugye az is az akkor belejön. És azt megint kicsavarják, és az az orda, az édes orda. Ez az orda. Igen. Na és akkor mi az orda és a zsendice között a különbség? A zsendice az ugyanabból az alapanyagokból van, amiből ugye készül az orda is, tehát a sajttej, amikor kicsapódik, még meleg, igen, akkor nem szűrik ketté, hanem azt a folyadékot beleteszik egy ilyen fából készült kis tartóba, és akkor abba belemegy ez a savó, kicsapódott meleg, valami, meleg, így van, és abban van egy élő flóra, ami már tavasz elejétől benne van, és egy ilyen természetes kefír. És azért van, amikor savanyúbb, van, amikor édesebb a zsendice, és attól napos, függ, hány napos, hogy van megélve. És ez a zsendice, igen. Ennek mondják, hogy zsendice. Hát ez finomabb, mint a kefír. Igen. Nagyon-nagyon. És ami marad az ordából, az a az úgynevezett savó, amit már az állatoknak adnak. Legalább jut a kutyáknak. Hát is a kutyáknak, az alapélelmiszer itt föl. De gyönyörű.
most összetöri az alvat. Ó, hát nem vacakol vele pillanatok alatt, ezzel a szerszámmal megvan. Ugye attól is függ, hogy milyen picire töri, hogy milyen kemény sajt lesz. Kde merunt trebuie să bat? Dar să fie lapte cum a fost când am dat iarul. Addig kell mozgatni meg törni a tejet, ameddig olyan lesz, mint mielőtt beletettük az ókot. Aha, tehát teljesen széttörik. Igen. De hányféle sajtot készítenek? Kütefelnőd de kásfácsec. Dar se poate face și telemeaua, se poate face ca așa fumat, se face, face ca dulce. Dar bine, cum preferă? Csinálna két-három félét, de az alapfázis az mindegyiknél ugyanaz. Ugyanaz. Igen. A telemeát is így kezdi? Igen. Igen. A teleme az olyan ugye, mint a... Sóba teszik. Olyan, mint a görögök feta sajtja. Igen. És a telemeához most mondja Gábor, hogy akkor azt nem verik ennyire össze. Az, az nagyobbra az mondják. Nem majd teljesen. Az csak éppen elvágódik, hogy megmarad és úgy szeszik. És urda, no se face din zero. És akkor abból már nem lehet ordát csinálni. Ez úgy néz ki, hogy most kész lett. Aha, ez nagyon jó kis szerszám. Ez egy jó szerszám. Most addig keringeti magyarul, hát ez igen. A jó székely kifejezés, hogy keringeti körbe, addig hajtja is szépen körbe lassú mozdulatokkal, ameddig egy ilyen labdánál nagyobb méretű gömböt kap. Aha. Tehát így szépen összeszedi, látod, hogy már a sűrűje elől van, igen. És hátul már egy kicsit türelemjáték. Az a sajt táj marad. Uh-huh. Tehát most ezt így szépen összeszedi, utána betesz egy nagy kendőt, úgy mondják, aláhúzza hogy, igen, kendőt. Úgy mondják, hogy kinta. Krinta. Ők így mondják. Egy nagy kendőt aláhúz, azzal kiszedi ezt a sűrű labdaszerűséget, azt felemelik, egy kicsit megcsavarja, azt majd mindjárt fogjuk látni, és akkor bent, ami bent van, az a kis csepegtető, az egy a ilyen fából készült sablon, abba kiteríti, kézzel még meggyúrja, megint megcsavarja, és 4-5 óra préselés után kész. Reggelre jó lesz. Igen. És akkor utána mi itt marad? Az megy a főni, és abból készül az orda. És azt fölteszik főni. És mit csinálnak a sajttal, Gábor? Ce faceți cu cașul? Dăm la gazde cine are oi aici, 7 kg de caș și 1,5 de urdă. Tehát nekik az a legfontosabb feladat, ugye, hogy akitől, gazdáktól összeszedtek juhokat, azoknak kiadják a részt. Uh-huh. Tehát mi úgy vagyunk megegyezve velük, hogy 7 kg sajtot kapnak, és másfél kiló ordát minden egyes juh után az a gazda, aki ide ad egy fejős juhot. Aha. Azt a juhot, amelyiket nem fejik, annak nem adnak sajtot, mert abból nincs teljesen, ugye. És a többit azt szokta ő értékesíteni. Aha. Restul duceți la piață, nu? Mai duceți la piață, da, bine, pentru țigări, mai ducem roșii, pâine la stână, tehát ami fölösleg van, azt ő eladja, cigări, és abból ez úgymond ez neki egy kis jövedelemforrás, amiből föntartja az esztenát is, mondja, kenyeret kell hozni, néha paradicsomot, szivarat a pásztornak, kis pálinkát, azt eladják a piacon a sajtot, és abból a pénzből bevásárolnak. Kézzel veszi ki, nézze. Aha. Majd mindjárt meg fogod látni, hogy nem is látszik alul, mekkora nagy labda van. Ez, ami fehér, ez már a sűrűje. És ezt minden nap, amikor a nyár elején vagyunk, akkor háromszor. Minden nap háromszor? Minden fejés után. És ilyenkor? Hát mindig ez a folyamat, ez már este 11 után órakor fejeződik be. Nekünk a kedvünkért ez most van, igen. De ez akkor van, amikor már megvannak fejve a juhok, uh-huh. A tehenek, minden el van rendezve, és a pásztor egyedül marad benn. És akkor nincs ő neki fog. A az a pásztor, aki őrzi a juhokat, az meg alszik a helyén, és ő akkor bent egyedül ezt szépen 12-1 óráig megcsinálja. Aha. És hajnali 5-kor kell, és állnak neki fejni. Tehát ez egy nagyon kemény munka, egész nyáron. És így fölülről is préseli össze. Szia! Mi a baj? No, pléznyik? Látott egy farkast a kicsike. Igen? Igen. Látott egy látott farkas. Egy farkas most, nem volt nem, kutya vele. Nem volt kutya, mert most miattunk később mentek, és nem volt kutya vele, és szegény távolról látta a farkast. Úgyhogy most már ősz van, most már lehet számítani. Most egy kicsit így előre kicsavarjuk. Aha. Most be kell vinni, ahova kiteríti, és kézzel meggyúrja. Arra a kalapra, igen. És összegyűjtni. Hol ott a filmától, nem tudom.
Azt hiszem, hogy nagyon melegem lett. De ez egy csoda ez a hely, azt kell mondanom. Ezt nem tudom ezt az élményt elmesélni senkinek. Talán majd a film. Nem tudom, most visszaadja, én nem hiszem. Nem tudom, mert... Ezt a csendet, amit az előbb is itt megtapasztaltunk, igen. Ahogy meg ezek átcsendesedik a természet, mindenki teszi a dolgát. Igen, hogy bele simulnak a természetbe. Igen, ez egy életforma, amit nem lehet annélkül csinálni, hogyha az ember nem szereti. És nem tiszteli a természetet, nincs kellő alázattal az iránt, amit jelent egy szép állat, egy jó kutya. Tehát minden. Igen. Hogy fel kell a nap, lenyugszik a nap, egy jó legelő. Egy jó forrás. Egy jó forrás, egy tiszta vízű forrás. Igen. Hát nem tudom, bírunk-e sajtot sütni, amit te szerettél volna, mert nem bírunk közel menni. De mindjárt lejjebb még. Most már feldőlt a nagy kazal. Most már nagy bajt nem fog tudni csinálni, reméljük. Szépen meg fog sülni most. De mennyire sütjük meg? Az a jó, amikor a szélét mind a két oldalán úgy megkapja a parázs, és egy kicsit megszenesedik, aha, megfeketedik, és a közepe olyan puha lesz tőle. Aha. Én beeltettem a kutyákat, most már biztos velem jönnek aludni. Az biztos, de most azt is mondom neked, hogy a tűz melegéből tankoljál fel, tehát gyűjtsél igen, magadban minél több meleget, hogy meg van. Is fordulhatsz, igen. Mert a derekadat is megsüti a tűz, és ez jó fog esni. Hú, és milyen jó, hogy lehűti az arcom. Nagyon lehűlt, és éjszaka biztos hideg lesz, tehát akkor még eszedbe jut ez a forróság. Fordítsd. Nézd csak meg. Már kész is? Igen. Látod? Szép. Olyan, mint a pirítós kenyér. Így egészen megsült ez. Nagyon jól néz. Most a másik fele is. És ezt már akkor lehet is falatozni. Hú. Ehhez nem kell se kenyér, azta de jó. Se puliszka. Ezt így magára kell enni. És ez az a friss sorta? Ez a friss sajt. Enyhén meg van sózva egy kicsit. Ez embertelen jó. Nem mondod, hogy ez a szálláshelyem. De ma éjszakára ez lesz, igen. Hát ott nagy tyúkok is nagyobban vannak. Ezt úgy hívják, hogy kaiba. De körbe van nejlonozva. Hát nem azért, hogy ne fújjon a szél. Ezt neked készítettük egyébként. Hát, itt de és utána mi lesz vele? Majd én is benne fogok aludni egy párszor, mert ez még 3-4 évig itt maradhat. Hát ez nagyon jó. És te hol alszol? Én a másikba, ott egy kicsit fönnebb. Vagy ugyanilyen? Egy ugyanilyen. Na jó. Na nézd csak meg, mi van itt. De a hangom átmegy, ha kiabálok? Igen, igen, nagyon közül van. A félek. Így, én így fekszem, lát, itt nem... A botot a bejáratba rakom, figyelj. Igen, nehogy bemenjen a medve. Azta, nagyon kényelmes. Állatbőrből van egy Bandi, csomó. Bandi, gyere ide! Mindjárt ide hozzuk a kutyát tele is neked. Tele van bundával. Jó? Figyelj, a Jackie-met a fejem alá teszem. Igen, a bundába biztos nem fázol meg. Ó, ez nagy királyság. Na, mit szólsz, kibírsz egy nagyon éjszakát? Nagyon köszönöm. Hát, ha nem fogok félni, igen, de a Bandi idejön, nem félek. Na, az idejön. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Köszönöm. Reggel ébresztelek. Jó. Jó éjszakát. Jesszusom, nagyon nagy szakadék van mögöttünk. Ne mozdulj! Most nem kéne kisétálni a pocsok mellé, hallod? Az anya is a pocsok közé kerül, az a legveszélyesebb. Ki sem merek szállni. Nem szállok. Nem tudom, hány ember evett már medve pörköltet. Azt a mindenit! Hű. Egyébként... Ez a medvezsír. Tehát ezt bakancsot szoktak vele kenni, de igen, akarom megkóstolni. Tényleg nálam a bőrből. Nem állt ki, nem állt ki! Csak ide vezess be! Jaj! Ez nagyon nagy! Hát vannak még nagyobbak is. Ennél de... nagyobbak igen, is. Igen.
Most slalomozunk a tehenek között egyet, azt az anyját, úgy. Így átfordítjuk, és így néz ki a csörege. Műsorunkat támogatta a Tatum, a Seyfert Hotel, a Pető Panzió és a Malomfogadó.